Sziasztok, én Kingdom vagyok, és most egy különleges vendéggel fogom megcsinálni ezt a Bean Buzzle Challenge-et, aki nem más, mint a hugom. Sziasztok! És ebben a videóban, ugyebár ezeket a cukorkákat fogjuk megkóstolni. Gyorsan elmondom, hogy milyen ízűek a cukorkák. Itt nem is tudom hányféle van, 8 féle íz van. Vannak ilyen különböző színűek, van a zöld, ami vagy lime, vagy fű. Van egy másik, ami tutti frutti és büdös zokni. Azt szeretem. Van a fogkrém és a vörös szeder, vagy ilyesmi. Van a vajas pokkan, illetve a rohadt tojás, ez finom. Van a hányás és a barack. Ez is jó. Van dobozos kutyakaja, ami így finomnak ígérkezik. Van csoki puding, az rohadt jó lehet. Van ugye a kókusz és a baby törlőkendő, hát az biztos rohadt jó lehet amúgy. Illetve van a fika és a körte. Izgálat. Jó lesz, jó lesz. Itt van egy ilyen pörgentyünk, amivel Dominik először kezdi. Akkor kezdem én. Hát nem tudom, hogy csináljam úgy, hogy lássátok igazából, de na mindegy, pörgetek aztán. Ez a kék lett, ami lehet fogkrém, illetve ilyen áfonya cucc. Ilyen színe van. Ja. 3, 2, 1. Ez ilyen kék áfonya. Akkor te buktad az elsőt. Amúgy ez rohadt finom. Igen. Fogkrém is. A következő az vagy körte, vagy takony. A takony az jó cucc. Ez itt van. Srácok, az így néz ki. Ilyen zöldféle. És hát akkor ez lehet fika vagy körte. Akkor 3, 2, 1. Azt a ez a nagyon rossz! Ez a nagyon rossz! Ez körte! De finom ez volt. Finom. De egyébként azt hittem, hogy megjátszák a videósok ezt a... ezt, hogy milyen szar íze van a fikának, de tényleg nagyon rossz. De egyébként ezt így letesztelik, hogy ilyen a fika, vagy én ezt nem vágom. Pörgetem a következőt, ami nem más, mint... ugyanez. Nem, még nem pörgettem, hát ez a izé. Mit ez szokni, vagy ez a... ez ilyen kékes cucc, úgyhogy... ez már büdös, esküszöm. 3, 2, 1... nem áll! Fúj, ez is az! Fúj! Azt a büdös és tényleg olyan, mint amikor valakinek rohad a lába. Tudjátok, az milyen... ez nem sima. Nagyon finom. Nem most már valami jó jöhet, nem? Barack vagy hányás? Azt a büdös. Szóval... na, ez ilyen színű, ilyen narancs és piros foltok vannak rajta. Hú, de büdös lábszakban. 3, 2, 1. Fúj! Azt a kurva! Fú! Gyereke, nem jó. Azt is jó, az szar. Könnyezek. Én is mindjárt ide munkámban. Ne kóstoljátok meg. Az nagyon rossz volt. Ez a fű vagy a lime? Ez igazából csak jó lehet. A fű az igen. Finom. Ez ilyen tök szép kis neon. Főleg, hogyha papírba csavarjátok. Csak viccelek. 3, 2, 1. Fű. Ez is fű. De ez amúgy finom. Az olyan, amikor teli arccal belefekszel a gyepbe, aztán elrágod az egészet, mint egy rohadt ló. Amúgy jó cucc. Legyen a kutyakajás cucc. Hát ez vagy lehet kutyakaja, vagy ja. Csoki puding. Ez ilyen szép kis bárna. Tök cuki. Na. Ja. 3, 2, 1. Fúj! A legközelebb nem csinálok ilyen challenge-et amúgy, ez kegyetlen. Esküszöm nektek, tényleg nagyon el vannak találva az ízek. A kutyakaja az tényleg olyan, a fű az teljesen jó. Akkor most vagy kókusz, vagy babatörlőkendő. Ez rossz nem lehet szerintem. 3. Hát ez ilyen egyébként ilyen sima fehér. Fehér színű. Nincs, 3, semmi extra. 2, 1. Az kókusz? Ez nem, ez nem. Ez nem. Ez szar? Nem baj, elrágom. Nem olyan rossz, mint például a kutya kaja? Szappan íz. Tettél már szappan? Nem, de ezt tudom, hogy olyan íze van. Ez kókusz, ez finom. Elhőzöm kókusz. Srácok, ez lett volna ez a csodálatos kihívás. Úgyhogy iszonyat rossz ízűek ezek a cukorkák. Baromi szar íze volt majdnem az összesnek igazából. Egyedül a kókusz tudtam meg, hogy az finom. Tehát a többiből nem is kóstoltam jót. Én sem. Ja, de a izéből, a kék áfonyából még, de amúgy másból nem.
Úgyhogy, ha tetszett a videó, nyomjatok... Ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornánkra, kérdezzetek Askefemen, és hogyha szeretnétek még a hugommal akármilyen videót, akkor írjátok le kommentbe. Úgyhogy, sziasztok! Sziasztok!